Újabb év, újabb karácsony, így természetesen újra itt a Baking News, amiben a 24.hu újságírói ismert emberekkel főznek karácsonyi menüt. Pumpet Gabó érkezik hozzánk, akit legtöbben testépítős instasztoriairól, reality szerepléseiről, illetve DJ fellépéseiről ismernek, de a fehérjecentrikus influencer életének fontos része a klímavédelem és a fiatalok edukálása is. Főzőtársa Bodnár Judit Lola, a Kultúra Rovat újságírója. Kíváncsiak vagyunk, milyen lesz köztük a kémia, és milyen karácsonyi menüt főznek majd együtt a Baking News mai adásában. Jó, hát akkor vágjunk bele. Rákóczi túróst fogunk sütni. Azt gondoltuk, hogy hát ha az neked is tetszik, mint túró, fehérje. Laktózérzékeny vagyok. Ó, akkor a legjobban választottunk. Hát Rákóczi túróst csináltunk, és én annyira nem vagyok sütis. Anyám is mindig sózza rám a sütiket, amikor csinál, de nem vagyok az az igazi sütis. Jó kajákat szeretem. Jó rántotósokat. Meg citromozva. Hát akkor nem tudom, akkor majd így integetsz a sütinek, ami kész lesz? Persze, vagy csináljuk. Megkockáztatod hát, ilyenkor, így mi történik? Hát én szoktam enni egyébként kint, de te szeretett, szeretem. 200 grammot kimérsz nekem, meg közben mesélsz arról, hogy te így mennyire szoktál főzőcskézni, mennyire mozogsz otthon a konyhában? Annyira nem egyébként, mostanában már inkább rendelek, mert nincs időm főzésre. Hogy azt néha főzök, az egyébként ilyen depresszióra jó egyébként, meg ilyen szorongásra, tudod, hogy az ember így valamivel elfoglalja magát, de akkor már inkább üzélok, takarítok mostanában vágod. Hogyha kitakarítasz, akkor ugye a lelkedben is úgy rendet teszel. És mondjuk mi a specialitásod, amit, hogyha mégis főzöl, azt mondjuk ilyen nagyon jól meg tudod csinálni? Rántotta. Az menő? Meg tudok csirkét is sütni, hogyha úgy van. Én ezt így gyúrom közben. Egyébként már majdnem összeáll. Először a tésztát sütjük, aztán a túróval is megsütjük, aztán a tojáshabbal is megsütjük, de egyik se tart elvileg sokáig. Megnézed, aha, hogy melege még a sütőnk? Jó, már elég történik? Jó. Ki is mutatom egy kicsit, hogy jó, kis meleget ad azért. És ez így csak kettős. Jó, igen. Figyelj, az árammal megyünk, ja. Végig is legalább a gázszámlát, ezt nem te pompáljuk. Te most azért szoktál valami spórolni, meg ilyesmi? Hát figyelj, eddig nem nézegettük soha, de most én is nézegetem, hogy áll a gázóra. Itt érünk 2022-be, tényleg kibaszott okosnak gondolja magát az emberiség, és hogy mégis itt tartunk, hogy ilyen alapvető dolgot nem tudunk, hogy ugye nem tudnak befűteni az emberek. Ja, hogy most a fűtésnek a technikájáról beszélsz? Hát az, hogy nem álltunk át már napelemre, meg ilyenek. Ja. Érted? Meg annyi ilyen csomó megújuló energia van, amiket kéne hasznosítani. De mostanában erről tök sokat posztolsz. Hát fontos. Elkezdett érdekelni a környezetvédelem? Persze, nagyon fontos, ja. És rengeteg olyan találmány van, amit lehetne használni, érted? És nem használják az emberek. Miért? Mert azok, akik tele vannak, azok csinálják ezt az olajat, meg ezeket, tudod? Uh-huh. Ezek annyira tele vannak, ezek az emberek. Miért nem csinálnak egy kibaszott nagy napelemgyárat, érted? Igen. Igen. Ez elég jó lenne, de egyelőre én nem nagyon látom, hogy e felé mennénk. Ja. Meg most Orbánék is, érted? Csinálnának egy napelemgyárat, ővé ki lenne a lóvé, és akkor lenne napelem is. Én nem bánnám, érted? De meg fog ez oldódni szerintem. Azt mondod? Aha, most már nagyon jó idők jönnek. Milyen értelemben? 2022-t egy ilyen, tudod minek tartanak? Nagyon sokan egy ilyen spirituális váltóévnek. Tényleg? Aha, 2022-t. Azt mondják, hogy mostantól ez a felemelkedésnek a korszak az elindul. Hát ez nagyon jó. És már azzal, hogy a Musk az megvette a Twittert, már azzal elindult, és ott már szólásszabadság van. Komolyan? Ja. Én az Elon Muskban nem hiszek azért annyira. A legnagyobb kuponya, a legjobb dolog, ami most történt az emberiséggel. Azt mondod? Igen. De miért? Miket olvasol, amikor fölkelsz reggel napközben? Hát mondjuk én a Twittert azt azért nem napi szinten. Hát akkor mit olvasol? Nők lapját? Not. Hát én inkább a saját oldalunkat. Ja. 24-et szoktam reggelente hát megnézni. Hát de kell nézni a Twittert, hogy tájékozódjatok, érted, hogy mi van? Hát ezt én értem, de a Twitteren azért nem mindegy, hogy mi kit követsz. Hát a nagy koponyákat kell követni.
Ez figyelj, ebben Twitter, nem vitatkozom vele, csak azt mondd el, hogy az nem jó arc az Elon Musk. Az én Twitter feedem pénzért nem adnám oda. Követem Uti. Elon Muskot. Igen. Vicces videókat. Hát Jersey Shore. Jó, de mindig bedobja amúgy ilyen vicces videókat, mindig bedob. Hát de azt mondjuk kell is. Hopp, ez nem jó. Andrew Tate. Nagyon jó kell legyen a Twitter izét, hogy amit olvasol is, olyan embereket kövessék ajak, akiktől tudsz valamit tanulni, tudod. Nincs itt kis izét, kis fotában valami? De így leülnél, de figyelj, adok izének egy oda, játékot. Adjatok Vádi egy izét, hallod? Leülök. Adok és sámlik neked. Ja. Mi történt veled? Miért ja, van tép rajtad? Kiugrott a vállam. Már megint. Nem annyira jó itt valami izom, hogy ez a izémmel van összefüggésben a májammal, úgyhogy most azt tűztem ki az egyik célnak, hogy az egészségügyi dolgokat azt rendbe tenni tudod. Mert tök egészséges, hogy csak vannak ilyen dolgok, és szerintem sok mindenkinek, aki ilyen 30 év körüli, vannak olyan dolgok, amivel már el kell kezdeni foglalkozni, hogy az ember egészséges maradjon. És még egy ennyire fit embernek is, mint te, vannak egészségügyi problémái? Hát nem azt mondom, hogy egészségügyi problémák, csak ezek olyan dolgok, amikre már el kell kezdeni odafigyelni, de persze egyébként, ja. A kor. Ja, hát ja. 8-án leszek már, 8-án leszek 27 éves, és még nincs Ferrari-m. Köszönös. Ja. És mesélj már arról egy kicsit, hogy nálatok ez a karácsonyi főzőcske, ez hogy nézett ki ott ja, a családban? Fú, mindig NPC, nálunk mindig NPC karácsony van anyáméknál. Veszekedés van, tudod, elküldjük egymást otthonról, elzavarjuk, aztán kibékülünk, aztán... Ilyen olaszos? Ja. Azt ide. Addig. És mit szoktatok főzni, vagy ilyen... Beigli az mindig van, beigli az nagyon jó nálunk. Anyukát csinálja? Aha. Húsleves van, nagyon komoly leves húsokkal. És te mit főzöl karácsonyra? Hát nálunk a népszerű az a lazac. Nem biztos, hogy idén lesz lazac, mert kicsit felment az ára halni. Ó, ne csináld már. De azért majd megpróbálom, megkísérlem. Amúgy az emberek azok panaszkodni tudnak. Múltkor volt nálatok kint egy 24-en egy ilyen izé, hogy na és most mi lesz a rezsicsökkentéssel? Amikor a busz megállóba kérdeztétek a csávokat, azt mondta, börtönben volt, azon hogy szakadtam. Mennyivel lesz spórolósabb idén a karácsonyod, mint a tavalyi volt? Tavaly börtönben voltam. Biztos szűkösebb, persze. Nem nagyon készülök rá, mivel hogy az árak ugye elszabadultak teljesen. De egyik sem mondta azt, hogy hát most egy kicsit összekapom magam. Érted? Milyen értelemben? Hát, hogy több pénzt keresne. Több pénzt keresni? Ja. Egyik sem mondta azt. Hát, reméljük majd jó lesz, majd tavasszal. Nem tudom, majd kicsit spórolunk. Egy kicsit lehetne összekapnák magukat az emberek. Egyébként mindenki valamilyen szinten, tudod? Akkor jobb lenne. És neked mi a trükköd? De hát az embereknek... Elég lesz már, köszi. Hát ezt magába kell elkezdeni az embernek, érted? Könyveket kell olvasni, jó dolgokkal kell foglalkozni. Ja, én most nem erre gondoltam, hanem hogy... Azt mondtad, hogy keressenek több pénzt. Te hogy most több pénzt keresel, mióta, nem tudom, felmentek a rezsijára? Igen, igen. Igen? Hát ez nagyon jó. Ezek szerint a megbízóidnak nem... Nem a megbízóid. Én csinálom keményebben. Igen? Igen. De ez például mit jelent? Mesélj már erről. Hogy... Hát ha tanulok valami. Hát vannak ötleteid és megcsinálod. Például. Hát most nem akarok lelőni dolgokat. Jaj már, de olyat, ami megvalósult. Elég. Ez nem olyan nagy titok. Hát most például én Magyarországon top DJ lettem. Uh-huh. Sokan azt hiszik, hogy azért, mert Pumpet Gabó vagyok, biztos nekem könnyű. Nem, nekem éppen sokkal nehezebb, mert az emberek még mindig nagyon előítéletesek velem. Én felajánlottam ingyen, hogy elmegyek egy helyre zenéni, meg bulit csinálni, meg az embereket lehívom. És volt, hogy nem kértek belőle. Kioffoltak. Mondták, nem, köszi. Azért, mert te vagy a Pumpet Gabó? Igen, azért, mert én vagyok a Pumpet Gabó, és mondták, hogy akiket én tudok hívni embereket, azok oda nem kellenek. Oh. Ezt mondták, képzeld el, kioffoltak. Rosszul esett. Az rosszul esett, igen. De úgy voltam el, hogy kurva jel, de csak azért is megcsinálom. Nagyon izgi számomra, hogy így egy ilyen életvezetési irányba formálod át a karakteredet. Ez azokból a tapasztalatokból jön, amiket én átmentem, amiket én megéltem. Uh-huh. És hogyha én tudok segíteni a fiataloknak ezáltal, jelenleg nagyon örülök. Igen? Sokan elkezdték miattam edzeni, jobb életet élni, jobb energiákban vannak, meditálgatnak, olvasnak. Tehát, hogyha kiteszik egy könyvet, és valaki elolvas, és azáltal jobb az élete, én annak
Nagyon örülök. Ezt a túrót. Aha. Elkezded így megtörni, meg még szórok a kezed alá a dolgokat, és akkor az jó lesz neked. Figyelj, nagyon jó lesz. Amúgy ez jó lesz, hogy viszek azért egy-két szeletet hát hozzá. Hát persze. El is kell készüljön. Mondjuk még megsúrasz, meg nem várom. És fent tudod tartani az éjszakai élettel együtt mondjuk azt, hogy edzél, meg... Most már rájöttem kajálj, az össze kell illeszteni, balanszot kell tartani. Uh-huh. Most januárban nem várok egyáltalán bulit, ott sokat fogok pihenni. Aha. Meg a január az egy nagyon erős hónapnak kell lenni. A januárban mindenkinek meg kell tolni nagyon keményen. Van egy ilyen év összeállító munkafizet, aha, amit januárban én megosztottam már többször is. Ez egy érkompász? Ja, vágod? Barátaim csinálták, képzeld el. Ja, az kurva jó. És bazeg, amiket én leírtam arra, az kb. Minden sikerült. És tudod már, hogy most jövőre miket tervezel be? Komoly dolgokat. Na. Hát nem akarom elárulni. Ja, értem, akkor nem válik valóra? De biztos, hogy valóra válik. Egész életemben ismeretlenekkel beszélgetek, úgyhogy egyáltalán nem volt furcsa. Lola nagyon kis faingázsi. Azt szerettem volna megtalálni, hogy mik a közös pontok, és szerintem tökre sikerült ilyeneket találni. De én nagyon sokat szeretek tenni az emberekért, én arra rájöttem. Igazából értéket kell adni a társadalomnak, uh-huh, érted? Minden embernek szolgálatot kell teljesíteni az emberiség felé. Haverés? Aha. Nem tudom, hogy kell. Figyelj, így. Mondjuk így, csak ennél sokkal energikusabban. Nem kell be cukrot tenni, amúgy ebbe. Nem, mert ebbe már beleraktuk. De szerintem ebbe is kell egy kicsit amúgy. Tegyünk bele? Persze. Jó, figyelj, én hallgatok rád. És van így egy cukrot, gurancsunk bele. Azt rakjunk? Aha. Akkor az még jobb, akkor tisztelt cukrot hagyjuk is. Jó. Isten, jó lesz. De ez ilyen barna? Ah, mert benne van a vanília ízé. Kis magocske. Szóval akkor azután, hogy voltál reality hős és az a gyúrós fiú a Balaton Soundról, most a jótékonyság lesz a következő állomás? Vissza kell adni, mindig vissza kell adni. Amikor elültetsz egy fát, amikor jótékonykodsz, vagy valakivel fain vagy, uh-huh, annak van egy jó energiája. És ez a jó energia, ez neked ez vissza fog jönni. Tehát ezt igazából érte is csinálod, de magadért is csinálod. Jó már? Szerintem jó. Mert ez nem lesz kemény hab, már nem lesz. Hogyha ide tartod és megnyomod ezt a gombot, akkor isteni jó. Nem lett olyan jó. Nem? Mert? Hát nem olyan finom. Ebben több cukrot kellett volna szerintem. De benne van a túróbar cukor, ne aggódj el. Igen. Te most akkor ilyen... újságíró vagy, meg szakács is egybe? Én csak újságíró vagyok, kulturális újságíró vagyok. Filmek, színház, könyv. Uh-huh. Itt csak ebben a műsorban most az a lényeg, hogy mi a kedvenc egy újságíró filmed? És egy mondj öt kedvenc ember. Filmedet. Hát az abszolút kedvenc filmem, mondja az ötöt. Sajnos most nem számít trendinek, az az Amerikai szépség. Azért bemondott, hogy ezért ördögűző 1972. Egy csomó színész meghalt utána, meg a stábból is. Ezekkel én ördögökkel nem szabad baszakodni amúgy. Nem is próbálni. Rossz, bad energy, nagyon, nagyon rossz. Te hívő vagy? Abszolút hiszek egy nagyon magas intelligenciában, egy nagyon komoly, nagyon okos, nagyon komoly valamiben. Uh-huh. Istenben. Nevezhetjük ezt Istennek, vagy bárhogy. Te gyakorlod is valamilyen formában ezt a dolgot? Tehát mondjuk szoktál imádkozni? Én mindig mondom Istennek, hogy köszönöm szépen. Meg uh-huh, mindig, hogy mondom, hogy nagyon fajn vagy. Ez jó duma. Ja, nagyon. Isten nagyon. Isten a legkomolyabb, legfajnabb. Nagyon komoly. Azt hittem, hogy a Gabó ilyen lazább lesz. Mint így, nem tudom, majd itt bohóckodik a, nem tudom, a konyhai eszközökkel. És ennél sokkal csendesebb volt, meg nyugodtabb, meg kicsit, nem tudom, ilyen fáradtabb tűnt. Konszolidáltabb. Igen, sokkal konszolidáltabb volt, mint amire számítottam, ez a jó kifejezés. Most kiköltöztem, két hónapot voltam egy erdőbe, egy házikóba, ott az erdőbe. Komolyan mondom neked, én észrevettem azt, hogy milyen komoly a természet, milyen komoly az erdő, tudod így közelről. Uh-huh. És természet maga az Isten egyébként, a fa. Az elnyeri a széndioxidot, termeli az oxigént, és még építőanyagot is ad nekünk, meg tüzelőanyagot is ad. És magát szervizeli minden évben ősszel, amikor lehullatja a leveleket. Elég jó tisztán. Nagyon kemény. És Isten találta fel, és
észre se vesszük, érted, pedig olyan komoly cucc, hogy hihetetlen. Őzek mászkáltak ott este, ahol laktam. És sokkal meditatívabb ember vagy, mint amit szessük az ember gondolna róla. Hát kicsit lecsöndesedtem az évek alatt. Zavarnak téged ezek a sztereotípiák, amikkel... Figyelj, amikor valaki odajön fotózkodni, és kicsit be van rúgva, és nagyba van, és így elkezdi nyomni, és így mondja nekem, hogy Gabó, te nem ilyen vagy. És honnan a faszomból tudná egy ember, aki nem ismer, hogy én milyen vagyok? Én egy eléggé csöndes ember lettem így az utóbbi időben. Kicsit így lecsöndesedtem. Minek tudod ezt be? Hát az idő múlásának. Öreg embernek szerintem én tudom, milyen leszek? Mint Gandalf. Ilyen mágikus bottal fogok mászkálni, szakállam lesz. Jelmezt elő kell készíteni. Ja, valami nagyon komoly jelmezt, tudod, ilyen nagy szakállam lesz. Aha. És ilyen világítós bottal fogok mászkálni a Balatonszándon, ilyen Shaolin leszek. És akkor azt... Banána? Nézd, van egy ilyen lapát. Aha. Hogy így. Figyelj, ezt én lehet, hogy rád bízom a múlt. Úgy érzed, hogy nálad nincs biztonság? Már remélem, ezt nem tudom ide elnyengetni. Ja, de figyelj, az nem cél, hogy ez ilyen, nem tudom, milyen dizájnos legyen. Ezt jól kitaláltátok ezt a műsort, mert így mindig van süti az irodába. Meg vicces, tudod, vicces néha vidéken, olyan szitukba keveredsz, hogy csak így csipázol. De itt is történt velem ilyen? Hát olyan bulikban voltam, megőrülsz, hallod. Voltam egy szülinapon, és annyira, az nincs meg az a videó, annyira berúgtam már, kisgrofóhoz leültem a szintetizátorhoz, hallod. Uh-huh. Ezt elkezdtem szintetizátorozni, tehát nem is tudok szintetizátorozni. Hát, te várjál minden. Most akkor kicsit az idővonal nem kerek nekem, hogy ez az elvonulás közben történt? Igen, ez egy hónapja volt kb. Aha. Mert ott nagyon sok barátom lett ott a környéken, nagyon jó emberek. És elmentünk egy szülőnapra, és itattak, tudod, vidéken, nagyon keményen isznak. Fogyasszál. Berúgtam nagyon, már nem is találom, berúgtam nagyon, beültem kisgrofó mellé zongorázni. És maga az erdőben tartózkodás, az elérte nálad azt, amit akart? Hát, jobban igen. Lettél? Sok minden nem tudtam meg, tehát amikor úgy oda mentem, akkor kitűztem, hogy volt egy csomó cél, hogy mit akarok. Ott uh-huh. Megvalósítani, tudod, nem nagyon sikerült egyiket se végigvinnem, mert el se kezdtem. Viszont kapcsolatba kerültem a természettel, sokkal közelebb kapcsolatba, és ezáltal Istennel. Uh-huh. Úgyhogy én azt gondolom, hogy abszolút megérte. Most van egy nagy rendszer, ami föl van épülve, és most elég sok változás van a világban. És lehet, hogy rossznak tűnnek ezek a változások, de nem biztos, hogy ezek rosszak. Szerintem jók. Én azt gondolom, hogy jó dolgok jönnek. Hát jóra kell, tehát be kell vonzani a jót, érted? Uh-huh. Tehát, hogyha jó dolgokról flesselgetsz, meg jó dolgokat vársz, akkor jó dolgokat kapsz. Ez le van írva a Bibliába. A kérjetek, és vagy hogy van az a rész? Nem is tudom. Megadatik. Kérjetek és megadatik, zörgessetek és megnyitatik. Érted? Ezek ilyen nagyon OG szólások. De nagyon igazak. És hogyha az ember jót vár, akkor jót kap. Szerintem jó lesz az új világ, én reménykedem benne. És szeretnék is tenni érte aktívan. Egy jó helyet össze kell itt hozni a Földön. Na de hát az Elon Musk most akarja benépesíteni még a további bolygókat is. Hát... Még csak nem is a Földön. Hát figyelj, Mars az szerintem egy csöves bolygó. Nem, azért oda nem menne annyira. Én nem szívesen. Attól milyen hideg van a Marson? Azt még nem néztem utána. Nagyon hideg van. Marson is Balatonszend. Ez tény. Ja. De még lehet Mars Sound. Hát, de az milyen? Nincs is ott tó. Mesélj már erről a meditációról, hogy ez neked így mit jelent? Vagy hogy csinálod, milyen gyakran? Én úgy szoktam meditálni, hogy én kicsit manifestálgatok is közben. Uh-huh. Mindig befekszek. Tehát valami, elképzelsz egy képet, mondjuk? Aha, ja, vizualizálok valamit, azt elképzelem, és az előbb-utóbb meg fog történni. Mert az élet az úgy hozza. Tehát, hogyha elkezdesz valamit flesselgetni, és benne van a fejedben, és ezt az álmot, ezt dédelgeted, ezt gondozod, ezt öntözöd mindig, akkor az élet az olyan dolgokat fog produkálni, nem várt dolgokat, nem várt eseményeket, és közben történnek a dolgok, és így válik valóra. Nézzük meg a sütit. Arra néz. Legközelebb gesztenyepürét csinálunk. Jó, ez 5 perc alatt kész lesz. Ja. Figyelj, szerinted jó lesz? Jónak tűnik. Kívülről szép.
Megkóstolom, vágod. Figyelj, várjál, kiszedem. Megkóstolom. Hát ezt így kell enni ebből, érted? Kiszedem egy kicsit tányérből, az kész. Amúgy már jó ide van. Finom? Csak ezt nem szabad, ez egy nagy idébe kell. Mély tányérba szedjed majd. Felének kell megsütni, nem? Mély tányérba. Megettük van a nyersen. Nem, az egy kicsit rá kell pirítani. Jó. Jó az. Rápirítunk. Fajn volt a Lola. Jókat eldumálgattunk, mindenfélére nyomtuk a rizsát. Ja, jó volt, majd szóltok legközelebb is. Csak akkor főzzünk valami kis oldalast, kis steak krumplival, kis fűszeres steak bolognával oldalas, kovászos uborkával, kis barbecue szószal. Na, gyerekek, ez a Rákóczi túrós tortánk. Olvassátok továbbra is 24.hu-t. Kellemes ünnepeket kívánok mindenkinek, és boldog új évet, és eredményes 2023-at. Boldog karácsony!